Last week we had two games. Az elmúlt héten két mérkőzést játszottam az ukrán válogatottal, sajnos az első meccsen kikaptunk Németországtól, a másodikon viszont legyőztük Szlovákiát 25-20-ra. Nehéz hét volt, két erőt próbáló meccsel és sok utazással, de a számunkra nagyon fontos Szlovákia elleni győzelem miatt nagyon boldog vagyok. Most szép minden, de remélem ez nem csak a hétköznapokon lesz így, hanem az előttünk álló hétvégén is, immár az Albában. Jó előérzettel tekintek a ránk váró mérkőzésre. Sajnos nem úgy kezdődött ez a bajnokság, ahogyan ezt elterveztük. Nyilván egy kicsit ez hátráltat is bennünket, de bennünk van az is, hogy szeretnénk most már tényleg azon az úton elkezdeni ezt a bajnokságot, ahogyan azt szerettük volna, és én úgy gondolom, hogy nem okoz frusztrációt, hátráltságot, annál inkább bennünk van az, hogy most már tényleg meg kell szereznünk azt az első győzelmet. Against Vác, it won't be easy match. A Vác ellen nem számíthatunk könnyű mérkőzésre, bárha úgy játszunk, mint az MTK elleni mérkőzés második felében, akkor nem leszünk esélytelenek. Ugyanakkor egyértelmű, hogy tényleg jó teljesítményt kell nyújtanunk, mert nem könnyű a helyzetünk, szükségünk van az első sikerre. A legutóbbi fordulóban megszereztük az első pontunkat, innentől már egyre jobbnak és jobbnak kell lennünk. Mindenképpen nem feltett kézzel fogunk oda menni a meccsre. Úgy gondolom, hogy ha a védekezésünk is rendben lesz, kapus teljesítményünk is, akkor szerintem tudunk egy szoros mérkőzést játszani. Én úgy gondolom, hogy okozhatunk meglepetést, igen.